Egy rendkívül hosszú és kemény szezont követően már egy kicsit megkönnyebbülve és önfeledten léptek jégre a zempléni angyalok a hétvégén rendezett tavaszi zárógálán. Az oktatás a szezon elején egy teljesen új, a minőséget szem előtt tartó koncepcióval indult sátoralja új helyen. A gyerekeknek ugyanis el kellett dönteniük tehetségükhöz mérten, de szakmai alapokon, hogy műkorcsolyázni vagy szinkronkorcsolyázni szeretnének. E szempontok mentén zajlott a versenyekre való felkészülés és a részvétel is az évadban. A megmérettetésekről pedig kiváló eredményekkel tértek haza, mind az egyéniben, mind pedig a csapatban versenyző korcsolyázók. Korán önállóságra szoknak, mert hogy ugye egyedül vagyok, és ezért ugye ők többen vannak, és amíg én mondjuk egyel foglalkozok, nekik muszáj addig dolgozni. Úgyhogy ez egy nagy önfegyelmet ad nekik, ez azt gondolom, hogy látszik rajtuk, igen. Ők olyan komoly fegyelmű gyerekek, versenyzők. A másfél órás gála során a gyerekek több alkalommal is jégre léptek egyéniben vagy csapatban. A szezonzáró a tavaszi vidámság jegyében zajlott, megjelentek a mesefigurák, illeszkedve a legkisebbekhez is, de napjainkban is még népszerű, diszkós slágerekre is láthatóak voltak koreográfiák. Egy nagyon nehéz szezonon vagyunk túl, sok munkával járó nehéz szezonon, úgyhogy most pont arról szól egy kicsit ez a gála, hogy mindenki olyat csinál, amit a szezonban nem. Hát akik nem egyéniztek, azok most egyéniznek, akik egyéniztek, azok most ilyen kisebb csapatokban adnak elő egy könnyedebb műfajú zenére programokat, úgyhogy egy kicsit ilyen tavaszi, vidám hangulatot igyekszünk varázsolni. Két felvonás lesz, az első felvonásban azért a versenykűrök megjelennek, ott sem mindegyik, de megjelennek a versenykűrök, a szinkronkűrök is, és akkor a második felvonás az már teljesen erre készült, ez az engedjük el magunkat. A szezonzáró gála után sincs nagyon megállás ebben a sportágban. Jönnek a száraz edzések, majd júniusban pihennek 3 hetet a gyerekek, azután alapozó tábor, ezt követően pedig már zenével fogják felépíteni a koreográfiákat a következő szezonra. Ezen túl egy a teljesen kezdő kicsik számára is elérhető lesz egy nyári korcsolyatábor.